Sok szeretettel köszöntök mindenkit ma esti is a Keresztény Értelmiségek Szövetségének Keceli csoportja nevében. Köszönöm a megjelenést, reméljük, hogy nagyon szép esténk lesz. És nagy szeretettel köszöntöm körünkben Takaró Mihály irodalomtörténész professzor urat, írót, tanár urat. Köszönjük, hogy ma este elfogadta meghívásunkat. Hogy néhány szóba mutassam be professzor urat. Jaj. Csak néhányban. Azt hiszem, hogy az, aki kicsit is követi munkásságát, tudhatja, hogy a magyar nemzeti irodalom terjesztésének elkötelezett, hogy is mondjam, tagja és úttörője. Korábbiakban, akár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ezt megelőzően ugye a Károly Gáspár Református Egyetemen is tanított, az Oktatási Hivatal külsős tagja egyéni kezdeményezésénként, egy nagyon nagy szó, hogy 2012-ben az ő kezdeményezésére került be Tormai Cecil, Szabó Dezső is a magyar... Herzeg Ferenc, Lass Albert. Így van. A magyar alaptanterve, úgyhogy mindenképpen az, hogy sikerült kicsit nemzetirányba is kiterjeszteni azt, amit a diákjaink tanulhatnak, az mindenképpen az ő érdemének tekinthető. Magyar Örökség díjat kapott idén tavasszal, Trianoni Szemle szerkesztője, és ugye a Duna TV-n követve a munkásságát, nagyon fontos ugye a Száműzött Magyar Irodalom című sorozata a Nagy Magyarok mellett, ahol valóban a száműzött magyarjainkat, köztük ugye Szabó Dezsőt is népszerűsítette, úgyhogy több okunk is van ugye, hogy ma ebben a témakörben őt hívhattuk. És csak egy röviden, hogy Szabó Dezső miért is száműzött. Tehát ugye ő volt a két világháború közének az a magyar írója, aki igazából minden kívülről jövő általmas eszme, akár a kapitalizmus, akár a kommunizmus, akár a zsidó pénzvilág ellen meglehetősen élesen tiltakozott, és valami szabad, független magyar polgári jóléti, hogy is mondjam, saját erőnkre alapozó országot képzelt el. Emiatt már a 20-as években is, hogy is mondjam, szembe került az akkori áramlatokkal, majd pedig a II. Világháború után szinte végleg száműzték ugye a magyar irodalomból. Így van. Hallgassuk meg professzor úr. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ezen az egészen furcsa időben, hiszen hol az eső esik, hol süt a nap, ebben a füllesztő időben arra szánta most magát, hogy egy magyar íróról, Szabó Dezsőről halljon néhány gondolatot. Tisztelt hallgatóim, valóban úgy van, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtem el a Duna Televízióban egy sorozatot azzal a címmel, hogy Száműzött Magyar Irodalom, és ennek a sorozatnak pontosan az volt a lényege, hogy mindenki megláthassa Magyarországon, 2011 óta mennek ezek a sorozatok a Duna Televízióban, hogy kiket száműztek a magyar irodalomból 1948-ban. Ha most önök elővennének egy középiskolai tankönyvet, vagy egy egyetemi jegyzetet, és megnézzék, hogy a 20. század első felének irodalmából kit tanítunk, nem lehetne esetleg... Az ajtót talán ne is nagyon húzzuk be, mert akkor nem lesz levegő, de igen. Tehát, hogy kiket tanítunk a 20. század első felének magyar irodalmából, egészen megdöbbentő dolog derül neki. Tanítjuk Ady Endrét, aki a nyugathoz tartozott, nyugatos író volt, költő volt. Tanítjuk Babits Mihályt, aki a nyugathoz tartozott. Tanítjuk Kosztolányi Dezsőt, aki véletlenül a Nyugat című folyóiratban publikált. Tanítjuk Tóth Árpádot, aki a nyugat első generációjához tartozott. Tanítjuk Kosztolányi Dezsőt, tanítjuk Juhász Gyulát, tanítjuk Karinti Frigyest, tanítjuk Móricz Zsigmondot. Ez mind a nyugathoz tartozott. Az egy szem József Attila kivételével felsoroltam mindenkit, akit komoly tananyagként tanítunk a 20. század első feléből. Aki tehát ma Magyarországon tájékozódni akarna, annak az a furcsa benyomása támadna, hogy hát biztos egy irodalmi pólus volt a magyar irodalomban, ezek voltak azok az írók, akik a magyar irodalmi progressziót, a társadalmi haladást hirdették, ők voltak a legkiválóbbak, és rajtuk kívül nincs is senki. Hallgatóim, ez köszönő viszonyban nincs a valósággal.
A valóság ugyanis az, hogy a magyar irodalom ebben az időben hárompólusú volt, és ennek csupán egyetlen pólusát, a nyugatot és a nyugatokhoz tartozó írókat, a városi liberalizmushoz tartozó írókat tanítjuk. Senki mást. Ha én most önöknek azt mondom, hogy önök szerint melyik volt a legnépszerűbb folyóirat, akkor ezek szerint bizonyosan azt fogják mondani, hogy a nyugat. Hát kérem szépen, a nyugat, amikor a legnagyobb példányszámban kiadták, a királyi Magyarországon 900 példányban adták el. Ellenben a Nemzeti Konzervatívok lapját, Herceg Ferenc lapját, az Új Időket heti 30 ezerben. Tessék mondani, ki tanulta az Új Időkről? Tessenek körülnézni. Többet mondok. 1931-re a nyugat példányszáma lecsökken Magyarországon 340 példányra. Ekkor éri el az Új Idők, a Nemzeti Konzervatív Írók lapja a csúcsát, amikor heti 40 ezer példányban adják el. A heti 340-nel szemben a 40 ezer. És bár a mennyiség nem jelent automatikusan minőséget is, egyet azonban egészen bizonyosan jelent, hogy Magyarországon nem volt olyan kis település, falu, ahol az értelmiség, a pap, az orvos, a tanár, a kántortanító, a gyógyszerész, az állomásfőnök, szóval a falu értelmisége ne Új Időket olvasott volna. És alig-alig volt Budapesten kívül egy-két nagyváros, ahol elvétve egy-egy ember járatta és olvasta a nyugatot. A nyugatot, hallgatóim, a 30-as évek elére senki se, a kutya se. Képzeljenek egy országot, egy 10 milliós országot, akkor 8,5 milliós volt Magyarország, Csonka Magyarország, amelyben 340 darab példányban jelenik meg egy lap. És itt nem számítottuk hozzá remittendát, tehát a visszárút, amit nem tudtak eladni. Gyakorlatilag Budapesten is néhány nagyvároson kívül, néhány olvason kívül senki nem olvasta a nyugatot. Így tanulták önök? És akkor most nézzük, hogy hol, ki a harmadik pólus, és mi a harmadik pólus. 1920. június 4-e trianoni békediktátum után kényszerből ugyan, de kialakul egy új irodalmi pólus az egyetemes magyar irodalmon belül, ez pedig az erdélyi magyar irodalom lesz. Miért? Azért, mert június 4-e után, 20. június 4-e után az erdélyi magyar írók, közéleti emberek azt vették észre, hogy hermetikusan el vannak zárva az anyaországtól. És egyszer egyetlen napról a másikra egy olyan szituációba kerültek, hogy eddig, ha kimentek a saját vasútjuk állomására, magyarul szóltak a vasutashoz, magyarul volt kiírva a falu neve, egy uralkodó nemzetnek a nyelvén és kultúráján beszéltek. Most pedig június 5-től kimennek ugyanabba a faluba az állomásra, és a román csendőr puskatussal fejbevágja őket, hogy beszélj az állam nyelvén bozgor. A bozgor azt jelenti, hogy hazátlan. És mindez tegnapról mára. És akkor a mintegy 2 millió erdélyi magyar, bár hozzá kell tennem, hogy mi rosszul használjuk azt, hogy Erdély, hiszen amit elcsatoltak, az nem csupán Erdély volt, hanem hozzátartozott a Párcium, hozzátartozott a Temesköz egy jelentős része, Mármaros és vidéke, tehát így együtt mi szoktuk nevezni ezt Erdélynek. Itt több mint 2 millió magyar került egy pillanat alatt a másikra román impérium alá. És az akkori magyar értelmiség legjelentősebb alakjai elkezdtek gondolkozni azon, hogy mit lehetne csinálni egy olyan helyzetben, amikor az anyaországtól elvágták őket, 1924-ig hallgatóimban könyvszállítás is szünetelt Magyarország és Románia között. Csak a fecske tudott átrepülni a határon, más nem. És akkor megszületik Kós Károly agyában a zseniális gondolat, és 1921-ben megjelenteti a Kiáltó Szó című programját, Zágoni Istvánnal együtt írják, amelyben az erdélyi magyarságnak új kulturális, cselekvési, művelődési és most jön a lényeg, megmaradási programot adnak. Azt írja ebben a művében Kós Károly, hogy 2 éve már, hogy szemünk szüntelenül nyugat felé néz, láttuk, hogy hogyan hanyatlott le ott a nap. Valahol aláírtak valamit, valahol elárultak valamit, valahonnan ledobtak bennünket, valahol becsuktak egy ajtót, hogy legyen az örökre zárva. De felébredtünk, mondja Kós Károly, és élni akarunk, tehát dolgozni fogunk, mert aki élni akar, annak dolgoznia kell. Hát dolgozni fogunk, mondja Kós Károly, de már csak magunkért. És új jelszót tűznek szellemi zászlójukra, ez a jelszó többé nem az, hogy Magyarország, ez a jelszó úgy hangzik, Erdély. És megszületik a transzilvánizmus, amit úgy fogalmazhatnék, vagy fordíthatnék le, hogy erdélyiség
vagy erdélyi magyar kultúra. Ez a transzilvánizmus, erdélyi gondolat. Hallgatóim, ez a 2 millió magyar, aki ott marad Erdélyben, most már használjuk ezt a fogalmat így politikailag, hogy Erdélyben, ez a 2 millió magyar azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne megmaradni. Mert azt tudják, hogy a szabadság egy időre elveszett. Úgy tűnik, hogy Magyarországot szétdarabolták, halálra ítélték. Most magunknak kell megállni, mondják az erdélyek, és kitalálnak egy zseniális dolgot. Ez lesz a gyöngykagyló metafora, vagyis önmaguk léthelyzetük bemutatására használják ki ezt. Hallgatóim, bizonyosan tudják önök is, hogy hogyan keletkezik a gyöngy. A gyöngy úgy keletkezik, hogy a tengerben úszó és összecsukódó, kinyíló kagyló egy alkalommal rosszul záródik össze, és valami homokszemcse kerül a kagyló lágy testébe. A homokszemcse ugyan nagyon pici, de nagyon éles, mert kvarc. Ha alá tennénk egy nagyító alá, érdekes dolgokat látnánk. És ez a nagyon éles, irritáló szemcse a kagyló lágy testét elkezdi sebzeni. És akkor a kagyló védekezésül egy anyagot bocsát ki köré, és körbeveszi ezzel az anyaggal. Szinte láthatatlanul vékony anyag ez, de egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, száz réteget tesz rá, és egyszer csak a homokszemcse már nem fáj, hanem kialakul egy kis gömböcske, csúszkál a lágy testben, ez az igaz gyöngy. Miből is születik az igaz gyöngy? A kagyló fájdalmából. És akkor azt mondják az erdélyi magyarok, ez az, ezek vagyunk mi. Most egy olyan művészetet kell megteremteni, ami a mi fájdalmunkból születik. És egy magasrendű, erkölcsközpontú irodalmat hoznak létre. Ennek lesz a képviselője April Lajos, Reményik Sándor. Apropó, ki tanulta Reményik Sándort az iskolában? Rendes tanáruk volt. Nem tananyag, egyik sem. Tompa László, Gyüda Jenő, Vas Albert és a többiek. Hallgatóim, milyen érdekes. Hát van egy hatalmas pólus, az erdélyi irodalom, és 1948 óta a magyar tankönyvekben nem szerepel, 2014-ben ma sem kötelező anyag. Vagyis azért fontos a száműzött magyar írókról beszélni, mert akkor a legfontosabbakat még meg sem említettem, és én azt mondtam az előbb, hogy az első pólus a nemzeti konzervatív irodalom volt Herczeg Ferenc vezetésével. Hallgatóim, Herczeg sem tananyag. Herczeg Ferenc volt Magyarország első Nobel-díjra jelölt írója. 1925-ben az Életkapuja című regényért jelölik Nobel-díjra. Akkor már 62 éves. A regényt 1919-ben írja. Nem tananyag Magyarországon. 1945-ig kötelező érettségi tétel volt Herczeg Ferenc. És nem tananyag Tormai Cecil, akit 1936-ban és 37-ben jelölnek irodalmi Nobel-díjra, ráadásul akkor Horthy Miklós után a világ legismertebb magyarja Tormai Cecil. Nem csak mint író ismert, hanem azért válik ismert, közismert közszereplővé ismert, amikor 1935-ben meghal Madame Curie, akkor az ENSZ elődje, a Népszövetsége legjelentősebb bizottságnak, az Emberi Együttműködés és Kapcsolatok Bizottsága elnökévé a magyar Tormai Cecilt választják, Madame Curie utódjának. És nem Magyarországon jelölik, hanem Laval francia külügyminiszter. Tormai Cecil a következő két évben, 36-ban, 37-ben irodalmi Nobel-díj jelölést kap. Hallgatóim, ki tanulta Tormai Cecilt? Értik, mi a baj? Tehát nem az a baj, hogy tanítjuk Adit, meg Kosztolányt, meg Babicsot, meg Tóth, ezeknek méltán ott a helye a magyar irodalomban. Ezek európai szintű írók. Az a baj, hogy torzan, csonkán és csorbán tanítjuk a magyar irodalmat. Vagyis csak azt, amelyik baloldali, amelyik liberális, amelyik kozmopolita, stb. Irodalom. Mert figyeljék csak meg, hogy mi történik ebben az országban 1948-ban, hiszen akkortól száműzik őket. Egyesül két párt, a Szociáldemokrata Párt és a Kommunista Párt, és lesz belőlük Magyar Dolgozók Pártja. És elindul 1948-ban az egypárti politikai diktatúra. Ezt nevezzük mi kommunizmusnak. Hallgatóim, a politikai diktatúra mellé azonban azonnal tökéletesen szervezett módon felsorakozik a nézetdiktatúra és az ízlésterror is, tart a mai napig. A nézetdiktatúra és az ízlésterror is a politikai diktatúra mellé. Ezt nevezzük a magyar kultúrában Révai korszaknak. Révai ugyanis
az 48-as pártkongresszuson kiadja a parancsot, legyen az irodalomtanítás az osztályharc eszköze. És ebben a pillanatban mindenkit kisepernek a magyar irodalmi kánonból, aki ennek, mármint az osztályharc eszközeként nem felel meg az életművével. Így kerülnek ki a legnagyobb íróink. Hallgatóim, nem beszéltem a száműzöttek közül, majd a végén fogom természetesen Szabó Dezsőt emlegetni a bevezetés végén, Gyóni Gézáról, aki 1945-ig szintén érettségi tanárnak volt. Miért? Hát azért, mert az első világháborúban meghal ugyan hadifogságban 1917. június 25-én, napra pontosan 33. születésnapján éhen hal a szibériai Krasznojarszkban, de akkor már mindenki úgy hívja, hogy a világháború Petőfie. Ez talán nem is lenne elég ahhoz, hogy valaki bekerüljön a magyar irodalmi kánonba. Csak hogy Gyóni Géza halála után 17 esztendővel. Miközben ő a Krasznojarszki, a világ legnagyobb hadifogoly temetője Krasznojarszban volt. Az első világháborúban az oroszok odavitték többek között a magyar, 70 ezer magyar katona haltott meg hadifogolyként. Télen mínusz 50 fok van. Ott hal meg Gyóni Géza is. Már 17 éve halott, amikor 1934-ben az Angol Akadémia Irodalomtudományi Intézete európai pályázatot hirdet. Ezzel a címmel a világháború legjobb költője. Magyarország Gyóni Géza csak egy éjszakára című versét küldi be. A magyar és az angol változatot. Gyóni 17 éve halott már, amikor az Angol Akadémia döntése alapján Európa legjobb világháborús költőjének választják. És a legnagyszerűbb világháborús versnek a Csak egy éjszakára című magyar verset. Gyóni is kötelező volt 45-ig. Ráadásul ő 17-ben meg is hal. Hát vele mi lehetett a baj? Mindegyikkel, akit elmondtam, Szabó Dezsővel is, akiről ma beszélni fogok önöknek, ugyanaz a három baj volt. Nemzeti sorskérdésekről írtak. Tehát miközben a háború folyt, nem arról, hogy nem színes tintákról álmodtak, nem arról írtak verseket, hogy kisebb lett a kuglóf, és nem lehet marha felsált kapni a helyettesnél. Szörnyű idők. Adi Endre miközben a kávéházban a forró csokoládét szürcsölte, vagy éppen a kastély, csúcsai kastély ablakán nézte, hogy elvonulnak a magyar katonák, hatszor mentette föl magát a szolgálat alól. Na nem a front szolgálat alól csupán, hiszen beteg ember volt, de hát a hátországban, tudják, még a csonkák, bonkák is vállalták. Ha más nem, akkor egy raktárba írnokoskodás. Csak azért, hogy valamit tegyenek a hazáért. Addig hatszor menteti föl magát. Kosztolányi volt a háborúban? Babics? Tóth Árpád, Juhász Gyula, Karinti Frigyes. Hogy van ez? A nemzeti konzervatív írókat és az erdélyi írókat, mindazokat, akik az 1948 után száműztek a magyar irodalom tankönyvekből, három közös vonás jellemezte. Egy, nemzeti sorskérdésekhöz írtak. Kettő, ezekhöz patrióta szemmel közelítettek. Ahogyan Szabó Dezső mondja, magyar szemmel. Három világnézetük a kereszténység volt. Ez három olyan főbűn volt, amiért 1948 után mindenkit, aki ide tartozott, kisepertek a magyar irodalomból. És megalkottak egy olyan irodalmi kánont, amelybe egyetlen irodalmi pólus emberei fértek be, meg az a, hogy is mondjam csak, nem akarok durva szavakat használni, de az a harmadrangú irodalom, Karikás Frigyes elvtárs és a többiek, akik a Tanácsköztársaságban írtak öt novellát, már kötelező anyag volt. És közben az irodalmi Nobel-díjra jelölt Herceg Ferencről egy szót sem. Az irodalmi Nobel-díjra jelölt Tormai Szeszerről egy szót sem. A világ legjobb háborús költőjéről egyetlen szót sem. Az összes erdélyi íróról, költőről egyetlen szót sem. Szabó Dezsőről, akiről, és most hadd idézzem I.S. Gyulát, I.S. azt mondja, a 20. század magyar közgondolkodására a legnagyobb hatást tette. Nem én mondom, I.S. Gyula mondta. Szabó Dezsőnek mi volt a bűne? Egy mondat, hallgatóim. Az a mondat, amelyik Szabó Dezső jeligéjévé vált, és amelyik a 21. század magyarsága számára a szívébe kellene, hogy égjen minden nap, minden magyar felelős, minden magyarért.
amikor megfogalmaz a Szabó Dezső, az azt jelenti, hogy nincs Trianon. Van, csak a szívünkben nincs. Tehát egy erdélyi magyar felelős az anyaországért, és az anyaországi felelős az erdélyiért, vagyis sorsközösségben élünk. 5 országban, 6 országban, amióta Délszlávia szétszakadt, 7 országban. Már Jugoszlávia annyit jelent, hogy Délszlávia. Sorsközösségben élünk. Szabó Dezső fogalmazza meg, minden magyar felelős minden magyarért. Ez van rá is, egyébként a sírkövére is. Vagy a síremlékére. Hallgatóim, látnunk kell, hogy egy olyan korszak után vagyunk, 1948-tól 90-ig, és 1990-től, amikor a másságosság kultúrája jött el Magyarországon, a szeretet kultúrája helyett, 2014-ig olyan korszakban élünk, amikor emberekkel, magyarok generációval akarják elfelejtetni, hogy mi történt velünk. Miért? Mit gondolnak? Hallgatóim, nagyon egyszerű ám. Örülök, hogy most itt ifjak és örök ifjak ülünk együtt. Mert az örök ifjak a tanúim, hogy mi bizony 1995 énekelnünk kellett, hogy indulj az útra és vissza ne nézz, múltad a fájó bús 1000 év. És vigyázba kellett énekelni, hogy a múltat végképp eltörölni, rabszolgahadi, ez az internacionális sora, indulj velünk. Hallgatóim, azt hitték, hogyha a felnövekvő új és új magyar generációk tudatából kiölik a hiteles magyar múltat, kiölhetik belőlük a magyarságot is. Miért tévedtek és tévednek mind a mai napig ezek az erők? Ezért nincs esélyük sosem arra, hogy igazából ők triumfáljanak. Hallgatóim, ezek azt hitték, hogy elég valakire géppisztolyt ráfogni, hogy hátra ne nézzen, mert hogy ott a múlt. Csak hogy a múlt, tisztelt hallgatóim, nem a hátunk mögött van, nem mögöttünk van, hanem alattunk. Azon járunk. Ha ebbe a kicsi szívdobbanásnyi országba bárhol egy földműves ekélye kiforgat egy csontot, az a mi apánk, vagy a nagyapánk, vagy a dédapánk, vagy az ükapánk, vagy a szép apánk, vagy ki tudja melyik. Ha a régészek megtalálnak egy sírt, akkor abban a temetőben a te, meg az én apám, nagyapám, dédapám, ükapám, szép apám fekszik. És hogyha autópálya építés közben találnak régi épületeket, azoknak az alapjait az én apám, az önök apja, nagyapja, dédapja vetette. Vályokból, kőből, ki tudja miből. A múlt nem mögöttünk van, alattunk. És nincs az a géppisztoly, ami ezt megakadályozza. Hallgatóim, Szabó Dezső a magyarság 20. századi lelkiismerete volt. Szabó Dezsőt azért száműzték a magyar irodalomból, mert egy dologban kíméletlenül következetes volt. Nemtől, fajtól, rangtól, hatalomtól, mindentől függetlenül azt mondja Szabó, barátom az, aki a fajtámnak jót akar, és azért cselekszik. Ha ez német, ha ez orosz, ha ez zsidó, ha ez francia, ha ez cigány, barátom, ha szereti a fajtámat, és a magyarságért tesz. És ellenségem mindenki, legyen az magyar is, ha a fajtám ellen tesz. Szabó Dezsőnek nem volt fajelmélete, a fajtájába hitt. Mindenki barát, aki ezért az országért és nemzetért, hazáért tesz. És mindenki ellenség, legyen az akárki. Miniszterelnöktől segédmunkásig, magyartól németig, aki ez ellen tesz. Hallgatóim, ebben kíméletlenül következetes volt. Ehhez járult hozzá még valami zsenialitás, hiszen Szabó Dezső zsenialitását a maguk kortársaik, vagy a maga kortársaik közül senki sem kérdőjelezte meg. Hallgatóim, bizony úgy van az, hogy ő jelenti ki, hogy ha magyar író lettél, jegyezd meg valamit, az irodalom társadalmi funkció. Én a Magyar Írószövetség választmányának a tagja vagyok,
Sokat beszélgetünk az irodalom szerepéről, és elborzadva látom, hogy ifjú kollégák azt hiszik, hogy az az irodalom, hogy versek szódával. Az nem az. Lehet, hogy a franciáknál az, lehet a németeknél is az, az angoloknál is az, nálunk mindig élet-halál kérdés volt az irodalom. Mindig sors kérdés volt, mert ahogy a Herczeg Ferenc fogalmaz 1922-ben, azt mondja, a magyarságot sokszor az írói tartották életben. És most gondolnak Petőfire, aki azt mondja, hogy előre hát mindaki költő a néppel tűzön vizen át. A 19. századi költőire gondoljanak, erre a programra, amit megír Pető. Jókaira gondoljanak, aki az 50-es években azért ír először a török korból Janicsárok végnak és a többi regényeket, azután azért írja meg majd az Egy Magyar Návobot Kárpáti Zoltánt 1853-54-ben, mert azt mondja, hogy először a magyaroknak azt kell a bukott forradalom után megérteniük, hogy nincs veszve minden, lám a török hódoltságból is volt kijövetel. Aztán utána példát kell adni, és megírja a reformkor is a századforduló történetét és a magyarság fölemelkedését. És aztán megírja a magyar nemzet hőse poszát majd a kőszívű ember fiaiban. Értik, hallgatóim, amikor egy írónak felelőssége van? Mert azt mondja, ha már egyszer írok, és a szó az hatalom, akkor ezt a hatalommal felelősséggel szabad csak élni. A hatalom nem szolgálhat ki senkit, de szolgálnia kell azt a nyelvet és azt a hazát, amiben születik. Igen, és hadd folytassam tovább, mert Söpfli Lanadár mond róla, aki egy baloldali író volt, és baloldali irodalomtörténész volt, és abszolút a nyugathoz tartozó valaki volt, Szabó Dezsőnek szinte azt mondhatni, hogy másik oldalon álló ellentetje. Mit mond ez a Söpflin Szabóról? Azt mondja, Szabó Dezső volt az, aki a legnagyobbat kiáltotta a magyarságért. Hallják, hallgatod, mert a legnagyobbat kiáltotta a magyarságért, ez volt Szabó Dezső. Ugye értjük, hogy a nemzetért élő és haló Szabó Dezső miért számított abszolút persona non grátának, tehát nem kívánatos személynek az internacionalista szocializmus idején. És ugye most már értjük, hogy miért nem fért be egyetlen erdélyi író a magyar tankönyvekbe, mert hogy a szocialista Románia érzékenységét mi nem sérthettük azzal, hogy kiejtjük ezt a szót, hogy Erdély. Tehát a magyar nemzet legnagyobb kollektív fájdalmát és kataklizmáját nem hirdethettük. Hallgatóim, volt, aki nem ismert meg alkuvást, ez Szabó Dezső volt. Hát nézzük ki ő. Nagyon érdekes Szabó Dezső élete, hiszen jelképes és nagyon jellemző születése és halála. Szabó Dezső erdélyíró természetesen, Kolozsvár szülötte. Életének döntő többségét Magyarországon fogja leírni, azonban kolozsvárinak tartotta magát élete végéig. Nos, az Életeim című nagy önéletrajzi memoárból tudjuk, hiszen maga írja le a történetet, hogy Kolozsvárot a Felsőszén utcában születik 1879-ben, egy kis gyárkémény melletti ilyen kis ragasztvány lakásba, amit azóta már lebontottak. Nincs meg. Nyomorban. Az apja, aki ugyanolyan tagba szakadt nagy darab ember volt, mint Szabó Dezső, egy félreismert és meg nem értett zseni volt. Szabó Dezső egyszerre imádta és egyszerre rettegett az apjától. Miért? Mert az apja, képzeljenek egy embert, aki 15 éves korában az 1848-49-es forradalomban elmegy, és azt hazudja, hogy katona lehessen, hogy ő 18. És még csak 15? Ez Szabó Dezső apja. Mindvégig függetlenségpárti ember volt. És Szabó Dezső apja soha nem tudta kifutni magát. Amikor családot alapít, és marad neki a nyomor, akkor valahol le kell vezetni az indulatait, és mindig a családon vezeti le. Önnél ugyanaz a program, Szabó Dezső apja hazajön már italosan, ordít a szent életű feleségével, és néha meg is veri. A gyerekek meg bújnak be riadtan az ágy alá, és nézik, hogy mi történik otthon.
Szabó Dezső anyaképe azonban ennél pont fordít, ennek az pont az ellentétje. Szabó Dezső szentként tisztelte az anyját, mert az is volt. Egy hívő asszonyt képzeljenek el, aki minden alkalommal, amikor másnap reggel a férje elmegy dolgozni, és véget ér otthon a rettegés, és a gyerekek kijönnek az ágyból, akkor zsoltárokat énekelnek, és imádkoznak apukáért. Egy asszony, aki a napi élet szentséget éli oda Szabó Dezső elé. Szabó Dezső ilyen elképesztő feszültség áramokban tölti a gyerekkorát. És azért mondtam, hogy jelképes a halál is, mert hallgatóim, ez a nagy ember, aki Magyarország, egy ideig Magyarország legnépszerűbb írója volt, akinek a legtöbb barátja is legalább annyi ellenség, vagy inkább sokkal több ellensége volt. Ez a Szabó Dezső 1945. január 13-án, mert Pesten a Rákóczi térnél levő lakásában fog meghalni egy óvóhely közelében, mindenkitől elhagyatva. És miután ott a front éppen a saját konyhaszekrényében fogják hevenyészve eltemetni a Rákóczi téren. Később exhumálják, aztán is elviszik a sírhelyére. Addigra már az oroszok kirabolják a lakását, hatalmas könyvtárát, feltüzelik, illetve egyéb méltatlan eszközként használják föl. Magyarország egyik legértékesebb könyvtárával rendelkezett Szabó Dezső. Ez a két végpont,